fight because this is war. We won't go out without a fight. That's the way of a survivor, man. Lace up your boots cause the race is on. Ain't no one taking me out my zone. Born for greatness, man. Born for greatness, man. Born for greatness, man. Rah, rah. Köszönöm szépen Ásnak is ezt a kis összevágott videót. Nagyon jó érzés volt így visszanézni, hogy hát nyilván nem volt benne minden, de azért sok minden benne volt, mi minden történt velem, mióta idejöttem a Fradihoz. Hát így elsősorban olyan érzés fogott el, hogy ez egy nagyon intenzív 2,5 év volt, és rengeteg olyan pillanata volt, amit talán soha nem gondoltam volna, és így egyre jobban lépésről lépésre, amikor sikerült elérni valamit, akkor nyilván jött egy újabb cél, akkor azt is, aztán még egy nagyobbat is, és ahogy így láttam, most így, hát így visszanézve, nagyon sok szép olyan emlékezetes pillanat volt benne, amire tényleg azt tudom mondani, hogy lehet nem is álmodtam volna olyanokról, mint amik megtörténtek ott a kis felvétele. A kedvenc emlék benne volt? Kedvence? Hát ezek közül igen, több is, mert nyilván például az a Celtic ellen lőtt gólt, azt azért soha nem felejtem el. Azért volt olyan is, amikor pont ugye a nagy hazai riválissal, a Vidi ellen sikerült 2 góllal győzni, és mind a kétszer én voltam eredményes, tehát azért voltak benne olyan pillanatok, igen, ami hát nem felejtek el, meg hát az MTK-nak lőtt első gólom itt a Fradiba, ami rögtön egy szépségdíjat is érdemelt, tehát hát lehetne még tényleg így sorolni, de most így elsőre így ez a 3, ami eszembe jut, amit így kiemelnék ezekből. Sigi, akkor itt elkezdeném kicsit boncolgatni így az eddigi pályafutásodat, életedet. Mondok neked egy helyszínt, hogy Téglás, gondolom, ezt meg tudtad tippelni. Gyerekkor, kezdetek, mi az, ami eszedbe jut, a családod esetleg? Milyen volt a gyerekkori Sigi? Hát eleven, nagyon eleven volt. Fogalmazunk így, hogy azt szokták mondani, hogy rossz gyermek nem létezik, úgyhogy fogalmazunk úgy, hogy eleven voltam. Hát egyből természetesen a családom, a családi ház, az utca jut eszembe, ahol felnőttem, nyilván az általános iskolai emlékek, mondja, jártam általános iskolába, az ottani, akkori kialakult ugye barátság, haverok, ugye osztálytársak, futballtársak, ugye, akik a csapattársak voltak még gyermekként, nagyon sok tornán vettünk részt, és már akkor is feltűnő volt az, hogy ha focizol és a focival milyen élményekre lehet szert tenni, hogy az mennyire úgy kiemelhet szerintem az átlagból, mert például többek közt hagyjam nincsen meg, hogy elutazhattunk Spanyolországra, vagy Spanyolországba, és a Real Madridnak élőben nézhettük meg egy mérkőzéseit. Mindez egy ajándék volt azért, mert egy országos bajnokságban nagyon jól szerepeltünk, és hát megnyertük. Ez volt még akkoriban a Pepsi kupa, ez volt a neve, és hát akkor ültem szerintem életemben először repülőn is, tehát olyan élményekben volt részem, és nyilván társasági emberként, tehát én nagyon úgy gondolom, hogy szeretek társaságban lenni, nagyon szeretem a többi embert is, és ez a közeg, ez a sportos közeg, teljesen úgy éreztem, hogy az enyém, nagyon-nagyon szerettem edzésre járni, szerettem az ilyen edzőtáborokat is, úgyhogy így Téglásról, hát így elsősorban így ez jut eszembe, meg azok a pillanatok, amikor nem csak szervezett kereteken belül, hanem otthon is fociztunk, rengeteget fociztunk az utcán, az udvaron, a házban is. Tényleg hát volt olyan, hogy azért édesanyáméknak komoly fejtörést okoztunk, vagy fejfájást, mert összetörtünk ezt azt a lakásba, de hát ez az önfelett foci, amikor mindent úgymond egy játszótérnek, vagy egy futballpályának láttunk, csak kell egy labda, és akkor már megtaláltuk, hogy mi legyen a kapu, mi legyen a cél. Úgyhogy hát ez jut eszembe így Téglásról, az az önfelett játék, és igazából az a nagy boldogság, amit
meg hát ami mindig is oda fog kötni Tégláshoz a családom. Hogy fogadnak most Tégláson, amikor visszatérsz? Most más emberekkel mennyi a kapcsolatom Téglásról, nyilván így az idővel ez egyre kevesebb lett, meg ugye egyre kevesebb volt az az idő is, hogy amikor hazamehettünk, akkor azt a volt, hogy fél napot, egy napot, azt próbáltuk minél értékesebben a családdal eltölteni, és úgymond nem azért, mert nem akarnék mással esetleg így érintkezni, de hogy ez sajnos úgymond az idő hiány lekorlátozódott a családra, de én annak is nagyon örülök, főleg a mostani helyzetben nagyon örülnék, hogyha abból megadatna annyi idő, ami azt mondom, hogy talán egy kicsit elég lenne. Amikor berobbantál a Fradiba, akkor egy becenév is elterjedt rólad innen, a Téglási Modrics megnevezés. Ezt akkor mit szóltál, amikor ezzel is szembesültél, hogy így hívnak téged? Emlékszem erre az edzésre. A Népligetben a center pályán edzettünk, és akkor ilyen kisebb koordinációk voltak így összerakva, és az egyiknek a végén egy kapura lövés volt, és akkor volt, amelyik labdát úgy egész jól eltaláltam, és akkor úgy nagy gól lett belőle, és akkor hát ugye a Lipcsei Gábor szerintem mindenki ismeri, hogy milyen hangulatot próbál mindig csempészni így az edzésekben, meg mindig próbál valami olyan vicceset mondani, hogy röhögjünk. Úgyhogy hát ez is csak úgy szerintem neki az így ennyi volt, hogy kipattant a fejéből, hogy a Téglási Modrics lehet, hogy előző este nézett egy Real meccset pont, és akkor így a kettőt sikerült összekötnie. De igen, hát főleg így általatok, szerintem így a Fradi média által is ugye ez valahogy így megragadt, elterjedt, és akkor utána felkapták mások is, utána volt már, hogy néztem vissza a mérkőzésünket, és akkor például Hajdú B. Istvánt is hallottam, hogy valahogy megemlítette, hát akkor nagyon rögtem ezzel az egészen, hogy tényleg ez, hogy el tud terjedni egy ilyen, de nyilván ez egy olyan pecenév, amit nem kell szégyelni, meg nem esik nekem rosszul. Egy nagyon kicsi ugrás Téglástól az Debrecen, hogyha jók az infoim, akkor a profi karriered az lényegében itt indult. Igen, lényegében igen, mert bár Tégláson voltam először úgy igazolt labdarúgó, tehát ott volt versenyengedélyem, de ott olyan 7 évesen kezdtem el focizni, ugye amikor első osztályos lettem általános iskolába, és akkor utána 1-2 éven belül, ahogy ugye a debreceni korcsoportokkal is ugye játszottunk, több tornán is megmérettettünk, így jött is viszonylag hamar úgymond a felkérés, hogy oda is járhatnék edzésre, és akkor hogy ott is próbáljam ki magam, és akkor a szüleim párhuzamosan Téglással együtt oda is elkezdtek hordani, amikor tudtunk, akkor mentünk oda is edzésre, és akkor ez így 1-2 évig így ment, utána pedig már csak a Debrecen volt nekem, mint utánpótlás, és ott jártam végig úgymond a szamárlétrát, teljesen ugye az NB2-es fiók csapatig. Két kisebb kitérő, Létavértes, Mezőkövesd, mi ugrik be róla? Igen, a Létavértes, ez szerintem sokan nem tudják, hogy a Létavértesről azt kell tudni, hogy ugye nagyon jó kapcsolatot ápolt a Létavértes a DVSC-vel, mivel az akkori elnök Szima Gábor ugye Létavértesi, és akkor a Létavértes lett a DVSC-nek az NB3-as felnőtt fiók csapata, és ezt azért hozták létre, ugye, hogy szépen képítsék azt a lépcsőzetességet, hogyha valaki kiöregszik úgymond U19-ből, tehát végigjárja az utánpótlást, akkor legyen még mondjuk egy NB3-as felnőtt, egy NB2-es felnőtt szinten is egy-egy csapata a DVSC-nek, és akkor ne engedjék el egyből a kezét a játékosnak, és akkor még van ideje érni egy kicsit, még fejlődni, hogy esetleg odaérjen az első csapathoz. Szerintem ez nagyszerű volt ez a koncepció, ugye most is próbálják sokan ezt tartani, csak már nehézségekbe ütközik, mivel két osztály különbséget kell ugye megtartani, szóval itt más kooperációra van szükség, hogyha valaki ezt akarja tartani, úgyhogy így a Létavértes így jött nekem, hogy az U19 után oda kerültem NB3-ba. Hát nagyszerű közeg volt ott is, és értünk el olyan eredményt is, ami úgymond számunkra az akkori elvárásokhoz képest kimagasló volt, mert ott bronzérmesek lettünk, szóval felnőtt bajnokságban akkor végeztem először dobogón,
és volt egy olyan nagyszerű, hát egy ilyen bennmaradásunk is, hogy onnan a csapatból, vagy 5-6 játékost, akik így kiemelkedtek, elvittek, mert voltak akkoriban más célok is, hogy máshol alakítanak ki fiók csapatot, és mi ott maradtunk, és hát ennek ellenére mégis a mi csapatunk teljesített jobban, úgyhogy az is egy nagyon nagy emlék volt. Érdekes, hogy mennyire kis összetartó brigád volt, és hogy kialakultak olyan szokásaink, amit szerintem csak ilyen kisebb környezetben lehet létrehozni. Tehát ilyen profi szinten már azt látom, hogy ezek valahogy egy kicsit így elvesznek. Nem tudom, hogy szerintem lehet nem is összeegyezhető már ennyire a profi szinten. Aztán a másik, amit kérdez, ugye a mezőkövesd. Hát a létrevétel után a mezőkövesd, az még úgy jött, a létrevétel után ugye még jött még az MB2-es DVSC Deac, ott is eltöltöttem 2 évet, és akkor onnan sikerült úgymond kölcsönbe elkerülni a mezőkövesdre, ahol ott is hát különleges 2 évet töltöttem el, fogalmazzunk így, mert az első fél év várakozáson felül tényleg nagyon ilyen álomszerűen alakult és kezdődött, hogy bekerültem a kezdőbe, és igazából jöttek a győzelmek, tehát 6-ból 6 győzelemmel kezdtünk. Hát hihetlen a vezetőségnek is úgy az feltűnt, hogy ez milyen jó, meg milyen jó, hogy az első helyen van a csapat, gondolták, hogy akkor, na srácok, akkor meg kéne nyerni a bajnokságot, feljutni, ugye még akkor 2 csoportos volt az MB2, és nagyon nagy részt is vállaltam ebből, főleg az ősszel, ugye, mert addig tudtam játszani, mert sajnos ott az utolsó forduló előtt, vagy valamikor egy hétközi edzésen elszakadt a térszalagom, és akkor ott jött egy hosszabb kihagyás, egy fél év, de szerencsére, hogy a csapat így is kiharcolta ezt a feljutást, és a tavasszal az első helyen végeztünk, és utána még egyszer egy évre kölcsönbe kerültem, akkor már ugye NB1-re, kövesre, és ott már sajnos ott is vannak úgymond jó emlékeim, de természetesen, hogyha nem kapsz elég játék lehetőséget, azért nem lehetsz elégedett, és azért hagynak olyan nyomokat az emberben, amitől mondjuk a hétköznapok se olyan jól telnek, amikor egy kicsit nehezebb feldolgozni ezt-azt. Úgyhogy az a második év ennyiben már nehezebb volt, és azért is döntöttem úgy, hogy már nem megyek vissza, bár ott még volt próbálkozás rá, hogy még egy év kölcsön, mert hogy akkor megint fel kéne jutni, mert ugye kiesett a mezőkövesd, és utána jött ugye hát a Balmazújváros. Ahol már ugye meg is kaptad azokat a játékperceket, amiket szerettél volna, és idővel csapatkapitány is lettél abban a csapatban. Ez mekkora mérföldkő volt neked? Igen, hát a Balmazújváros évek, mivel az időben is, tehát az addigi karrieremhez képest az is egy komolyabb szeletet tudhat magáénak, mivel addig szinte ugye utánpótlásban nyilván 1 évenként lépkedtünk feljebb, létavértesbe 2 év, a DVSZ ide azba 2 év, utána a kövesbe is 2 év, és akkor a Balmaz volt az, ahol 4 évet töltöttem el, szóval az nyilván az alatt sokkal több élmény, sokkal több minden sikerült átélni. És hát igen, ami a legfontosabb, hogy azért is éreztem annyira jól ott is magam, mert megkaptam azokat a játékperceket, amire nagyon szükségem volt, amit nagyon-nagyon akartam játszani, és akkor úgymond a csapattal együtt én is fejlődtem, és akkor fejlődtünk, egyre jobban lépkedtünk az évek során, és ugye a harmadik év már azt hozta, hogy feljutottunk, és akkor a negyedik évben is sikerült még szerintem egy nagyszerű fejlődésen keresztül menni így a csapattal együtt, tényleg én is éreztem saját magamon, hogy ahogy egyre nagyobb kihívások elé vagyunk állítva, úgy van még bennem, és még mindig jön több, És hát igen, az sajnos nem párosult olyasfajta sikerrel, amiért elindultunk abba az NB1-esében, nem sikerült bennmaradni, de valahogy így utólag nézve érdekes, hogy lehet, hogyha sikerül, akkor a bennmaradás, én lehet nem vagyok most Fradi játékos, ezt már nem tudjuk meg, de így most az én szempontomból persze most ennyi időtávlatában azt mondom, hogy így alakult lehet a legjobban, bár fáj ilyet mondani nagyon, mert tényleg annyira mindenki sportcikámmal együtt lélegeztem a csapattal, és annyira akartam én is, hogy bennmaradjunk, hogy akkor még eszembe se jutott olyan, hogy máshova igazolnék. De onnantól, hogy
ez nem valósult meg, onnantól tényleg egy kicsit úgy összedőlt a kártyavál, meg összedőlt sok minden olyan, amiben addig hittem. Milyen volt az a pár nap, amikor eldőlt a kiesés a Balmazújvárossal, és közben már gondolom folytak a tárgyalások a Ferencvárossal, és amikor hivatalos lett az, hogy ideigazolsz, akkor az milyen időszak volt neked? Mit éltél meg akkor? Igazából ez a, hát hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy ez a rohanás, de ez az intenzív időszak, amit most ugye a kis videóban is, ami eszembe jutott erről egyből, ebből a fradis korszakról, hogy tényleg nagyon intenzív volt ez a 2,5 év, az már ott elkezdődött, mert addig én kimondottam, amíg nem ért véget az utolsó mérkőzés, volt is már, hogy egyszer összeültünk a dr. Horváth Zsoltal, ugye ő képvisel engem az ilyen ügyekben, és kimondottan kértem, hogy ne beszéljen nekem semmi olyanról, hogy esetleg, ha van már megkeresés az NB1-ből, ha esetleg lenne más opcióm, mert ugye azt szoktam mondani, hogy és ezt akkor is mondtam a csapattársaknak is ott, hogy ha valakinek van úgymond B opciója, akkor nem elég erős az az A opció, amiben te hiszel meg, ami neked a legkívánatosabb lenne. És ezért nem is szerettem volna gondolkodni semmi másban, hogy még véletlenül se gyengítsen engem fejben az, hogy na jó, de hogyha nem sikerül, akkor még el tudok menni, lehet ide, vagy lehet oda. És ezért megkértem tényleg, hogy azt érdekel, ha nincs senki, azt érdekel, hogyha van esetleg érdeklődés, hogy ne beszéljünk róla. Ugye télen volt érdeklődés a Ferencváros részéről, de hát azóta ugye eltelt több hónap, és addig nem is volt semmi hír erről, szóval ott elvileg az utolsó hetekben jött az érdeklődés a Fradi részéről is, amiről ugye így nem tudtam. És ahogy lefújták a mérkőzést, akkor már tudta a Zsolt, hogy engem megkeresett a Fradi, de mivel látta, hogy érzek, és azért úgy azt mondom, hogy emberileg is ismer engem már annyira, hogy tudta, hogy nem kell aznap este engem ezzel felhívnia, hogy van egy jó hír is amúgy, vagy stb., mert látta, hogy nagyon megviseltek a történtek, és akkor másnap, amikor a feleségemmel úton voltunk Rómában, akkor már a reptéren voltunk, és akkor hívott fel, és mondta el nekem a hírt. Hát tudom, így körbenéztem itt a reptéren, mondom, hogy miről van szó, mondom, hogy komolyan, most megint fel, mert télen már volt ez az érzésem, de mondjuk az a téli volt a leg sokkolóbb, vagy hogy mondjam, hogy tényleg annyira semmiből éreztem azt, hogy fél éve játszok NB1-be, és akkor, hogy a Fradi el akarna vinni, hanem az, hogy ez annyira irreális, hogy nem is akartam elhinni, amikor elsőnek erről beszéltünk. Hát másodjára is még olyan távolinak, olyan megfoghatatlannak tűnt ez, hogy megkeresett a Ferencváros, és ténylegesen le akarnak igazolni, és hogy akkor már hogy azt tudtam, amikor ezzel felhívott a Zsolt, hogy én egy szabadon igazolható játékos vagyok, tehát igazából lényegében ennek már semmi akadály nem lett, lényegében az én döntésemen múlik majd. És akkor mondtuk, hogy természetesen most ezt átgondoljuk, de hát ezzel nem kellett most mit gondolkodni, és akkor még nem volt szó igazából semmiről, se fizetésről, semmiről, tehát maga az, hogy a Fradiba lehet jönni, szerintem egy akkora lehetőség, főleg nekem akkoriban egy akkora lehetőség volt, hogy ezzel nem kellett nagyon gondolkodni, és akkor megbeszéltük a Zsolta, hogy rendben, hogy mi most Rómában vagyunk, most próbálunk egy kicsit nem a futballra gondolni, bár mondjuk egy ilyen hír hallatán nehéz volt azért ezt így mégis megtenni, de akkor mégis a párommal inkább, vagy a feleségemmel most már, ugye akkor tudtunk egy kicsit úgy egymásra figyelni, de közben meg egy nagyon jó érzéssel töltött el az, hogy visszatérünk az otthonunkba, akkor valószínűleg költözés lesz, és akkor jövünk Pestre, és akkor egy új kihívás, és hát egy óriási kihívás áll majd előttem, és nagyon nagy izgatottsággal töltött, amikor ebbe belegondoltam, hogy vajon mi minden várhat itt rám, és vajon megállom-e ugye a helyem is, és hogy vajon hogy tudok majd én érvényesülni ebben a környezetben, mert tényleg, amíg szerintem valaki nem kerül ide játékosként, vagy bármilyen más munkatársként, nem dolgozok itt a Fradinál, addig annyira nem tud belegondolni, és olyan mesebelinek gondolja ezt az egészet, hogy tényleg, hogy lehet még olykor olyan dolgokat is társítunk ehhez, ami már amúgy nincs. Magyarországnak a legnagyobb klubjáról beszélünk, hogy szerintem megtisztelő bárkinek, hogyha ide jöhet játék
játékosként, és szerintem nagyon örülnek azok a szurkolók is, akik azt mondhatják magukról, hogy igen, én Fradi szurkoló vagyok. És milyen volt nem is kifejezetten a Ferencvárosba igazolni, hanem a fővárosba jönni? Hát az elején megmondom őszintén, én ettől tartottam egy kicsit, mert én ugye vidéken nőttem fel, nekem az nagyon távol állt tőlem, amikor párszor átutazóban voltunk Pesten, és láttam, hogy mekkora dugók vannak, meg hogy tényleg, hogy araszolni kell körülbelül, és úgy, hogy nem jutsz előre fél óra alatt, csak mondjuk egy utcányit, tehát azért nem mondom nekem, ez nem, nagyon nem tetszene. Úgyhogy ezzel ki is akartuk egyből húzni a méregfogat azzal, hogy ide költöztünk nagyon közel a Népligethez, és onnan lényegében én csak átsétálok mindig edzésre, hogyha valami nagyon-nagyon zord idő van esetleg autóval, akkor átmegyek edzésre, de amúgy imádok is átsétálni, meg edzés után is hazasétálni, úgyhogy ezzel lényegében ki is húztuk ezt a méregfogat, ami miatt ez nem lehetett volna, és nagyon megszerettünk Pesten élni. Nyilván nagyon nagy összefüggésben van azzal is, hogy itt a Fradinál, amiken keresztül mentünk nagyon rövid időn belül, az mind-mind megszépítette ezt az egészet, hogy a hétköznapi életben is olyan sokkal jobban telt minden, és minden olyan sokkal édesebb volt. Többször említetted a feleségedet, és most már ráadásul hárman is vagytok. Ez mennyire mindennapi motiváció, mennyivel másabb az életed azóta? Hát nem is tudok mit mondani úgy róluk azon kívül, hogy mekkora szeretetet érez az ember, és mekkora ilyen boldogságot és hálát, hogy neki családja van otthon, és hogy ők egészségesek, ők jól vannak, és amikor tényleg, hogy valami nem úgy megy, akkor úgy eszembe jutnak, és hogy ők otthon vannak, ők várnak, hogy jól vannak, egészségesek, akkor tényleg az jut eszembe, hogy nem is kívánhatok én többet a Jóistentől. Ha ez megvan, az már egy nagyon jó alap az életbe, és onnantól, ami ezen túl jön, még szerintem minden csak egy plusz ajándék, és hát szerintem erről azt tud igazán inkább így beszélni, hát szavakban nehéz önteni azt, hogy mit érzel, akinek tényleg van családja. És 30 éves korodra a család mellett, most már Európa Ligás BL rutinnal rendelkező játékos is vagy, mindig megkérdezik, de gondolom ilyenre azért nem számítottál. Hát nem, persze, hogy főleg egy pár éves távlatban, még ha visszamegyünk, ugye mindig vannak olyan dolgok, amit azt érzel, hogy ez mondjuk, ha azt mondod 3 évvel ezelőtt, hogy te kijutsz a magyar válogatottal az EB-re, és hogy játszol is mérkőzésen, tehát ebből részt is válasz, akkor biztos néztem volna, hogy jó, én értem, de hogy ez hogy fog egyáltalán ez az út kirajzolódni odáig, mert akkor még nem látod is ez annyira távoli, és még irreális is. Mert onnantól, hogy ide kerültem a Fradihoz, onnantól például az is kimondott célommá vált, hogy itt bekerüljek a kezdőbe. Ha itt bekerülök a kezdőbe, akkor tudtam azt, hogy reálisan esély lehet arra majd, hogy idővel, ha jól játszok, akkor hívhatnak a válogatottba is. És tehát onnantól egyre jobban persze az ember próbál mindig kitűzni maga elé olyan célokat, ami nagy cél, de az elérhetően reális is. És ezek közt még lehet, hogy van olyan is, ami még annyira távoli, hogy lehet irreálisnak is tűnik, de tisztában vagy vele, hogyha a köztött célokat eléred, akkor az is majd megnyílik előtted. Tehát nekem számomra nagyon fontos ezeknek a megtervezése, az erről való gondolkodás, elmélkedés, és utána, amikor ezt kitalálod, akkor azt is úgymond fejben összerakni, vagy akár tényleg le is írni, hogyha tehetem, le is írom, hogy lehet odáig eljutni. És nagyon jó az is, amikor már valami olyan cél, mert itt tudsz egy kis pipát rakni, amit te írtál le, és ez benned így megfogalmazódott. És ezek mellett jöttek olyan dolgok is, amiket elértem, ami nem is volt konkrétan így felírva a bakancslistára, vagy hogy is mondjam ezt, mert például arra nincs ráhatásod, hogy egy BL sorsoláson a Barcelonát húzzák neked. Tehát arra nincsen ráhatásod, vagy az, hogy Cristiano ide jöjjön Pestre. De ezek már olyan plusz adományok az élettől, hogy most nyilván tudtuk ugyanakkor, hogy Barcelona, annál kevesebb az esélyed ellenük, de közben azt is, hogy a világ egyik legjobb csapatáról van szó, és szerintem ha bárki, tehát a csapatot megkérdeztük volna, a 80% minimum megemlítette volna azt, hogy azt akarja, hogy legyünk velük egy csoportba. Szóval azért mondom, hogy itt még olyan kis plusz dolgok is közrejátszottak abban, hogy mi minden megadatott nekünk,
hogy arra már nem is lehettél ráhatással, és mégis. 30 évesen már családapaként, BL rutinnal, mint ahogy az előbb beszéltük. Mennyire tartod magad más embernek ahhoz képest, mint mondjuk, amikor ide jöttél a Ferencvároshoz, hogy miben gondolkozol más, hogy esetleg van-e ilyen dolog? Fú, hát igazából, ahogy az embernek telnek ugye az évei, és egyre több mindenen keresztül megy, szerintem tanul, nagyon sok mindent megtanul, jobb esetben, és fejlődünk, folyamatosan fejlődünk és változunk. Itt szerintem az a fontos ebben a fejlődésben és változásban, hogy tudjuk mindig, mik azok az értékek, amik igazán fontosak, amiknek ilyen nagyon erős alapnak kell lennie, és olyan dolgokban fejlődjünk vagy változzunk, amitől tényleg többek lehetünk, jobbá válhatunk. És úgy érzem, hogy nem csak onnantól, hogy ide kerültem a Fradiba, mert már azt gondolom, hogy korábban is jellemző volt talán egy ilyen jó irányba történő változás, amit nagyon erősen össze tudnék kötni azzal az időponttal, amikor a feleségemmel ugye megismerkedtünk, és szerintem ő nagyon-nagyon jó hatása volt rám, és olyan dolgokba változtam jó irányba, ami szükséges volt ahhoz, hogy akár a futballpályán is eredményesebb legyek. Azt mondhatom, hogy 30 évesen egy érett felnőttnek gondolom magam. Persze, ha a feleségem megkérdeznénk, akkor biztos, hogy lenne egy kis ellenvetése, mert vannak olyan dolgok, amikben nem mindig sikerül persze olyan döntést hozni, vagy úgy viselkedni, mint egy érett felnőtt, de azt gondolom, hogy labdarúgóhoz képest, akkor egy 30 éves érett felnőttnek érzem magam most. És mik azok, amiben nem sikerül érett döntést hozni? Hát szerintem erről meg kéne kérdezni őt, de most tényleg most így nem jut hirtelen eszem olyan dolog, de tudom, hogy van olyan, amivel mondjuk, ha ő szembesít, akkor azt mondom mondjuk pár perc múlva, hogy na jó, ebben volt valami igazság, hogy ezt nem gondoltam át, mielőtt mondjuk ezt megcsináltam, vagy ide, itt ilyen inkább egy kis apróságokról van szó, tehát. Van olyan dolog, amit elmondanál nekünk, amit mondjuk, hogyha 40 éves szűnapodnál leülünk ugyanígy beszélgetni, hogy a kis listádon rajta van, és kipipálnád addigra? Szeretem magamnak megtartani. Már tudom, hogy az elején is kérdezgetetek ilyenről, és többen is kérdezgettek, én szeretem magamnak megtartani. Utólag el tudom azt mondani, hogy mondjuk itt van nekem, ez nézd, le is volt írva, tehát tényleg igaz, nem azt mondom, hogy megvárom, míg megtörténik velem, ez az, és akkor utána mondom, hogy igen, én azt már elterveztem. Tényleg nem így működik. Vannak olyan dolgok, amit, ahogy említettem, hogy nem várt extráként megvalósulnak, de ezeket szeretem magamnak tudni, a kis céljaimat és úgy megvalósítani, és nem pedig másoknak megfelelni, mert úgy gondolom, hogy ennek kell a legfontosabbnak lenni, hogy magadnak tudjál megfelelni a saját elvárásaidnak, mivel ezeket én támasztom magamnak, és azokat kell beteljesíteni. Akkor ha össze fog jönni, akkor azt valószínűleg látni fogjuk. Én pontosan nagyon jól fogalmaztam. Oké, Sigi. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm szépen.